A fehérvári szórakozóhely biztonsági kamerájának felvételén jól látszik, amint az időközben elfogott elkövető értékek után kutat a bárpult mögött. Mint a szórakozóhely tulajdonosa mondja, még január közepén tört be hozzájuk a férfi. A hátsó ablakon jutott be az épületbe, ahonnan márkás táskákat, cigarettát és a kasszát vitte el, több százezres kárt okozva ezzel. Hátul a személyzeti lépcsőn tudtak följönni, illetve az ablakon bejöttek, amit föltörtek egy ilyen feszítő vassal, hogyha jól tudom. Nem csak a szórakozóhelyre, hanem nem sokkal később ebbe a mobil üzletbe is betört ugyanaz a várpalotai férfi. Innen laptopokat, mobiltelefonokat és egyéb elektronikai cikkeket vitt el. Egy biztonsági kamera itt is rögzítette. Telefonkészülék a Siófokról érkezik. Ez pedig már a lefoglalt tárgyak egy része. A fehérvári nyomozók a veszprémiekkel együttműködve más bűncselekményekkel is összefüggésbe hozták a várpalotai férfit, akinek 2 héttel ezelőtt akadtak a nyomára. Veszprémi kollégákkal tartott konzultáció során fényderült arra is, hogy az elkövetőnél lefoglalt laptopok például veszprémi betörésből származnak, illetve még más veszprémi hasonló belvárosba történt üzletek sérelmére elkövetett betörés vonatkozásában is sikerült a gyanúsítottat beazonosítani. A férfi most előzetes letartóztatásban van, a fehérvári betöréseket beismerte. Tettért akár több évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat, tekintve, hogy büntetett előéletű.